Sziasztok, Lívia vagyok. Meghoztuk a Prügyi Általános Iskolába az adományokat. És itt van velem két nagyon tehetséges diák, akikkel szeretnék egy kis interjút készíteni, hogy milyen is nekik ez az élmény. Sziasztok, bemutatkoztok nekem, légy szíves. Balogh Joel vagyok, 14 éves. Horváth Rebeka vagyok, 14 éves. Akkor ti egy osztályba jártok itt az iskolába, vagy csak egy évfolyamra? Igen, egy évfolyamra. Azt tudjátok, hogy az adományokkal mi fog történni most azután, hogy ide elhoztuk hozzátok őket? Hát majd kiválogatjuk. Szép. Igen. Köszönöm szépen. Arról tudtok nekem egy pár szót mondani, hogy számotokra mit jelent a karácsony? Hogy mi az, ami fontos a karácsonyban nektek? Sütünk, főzünk otthon. Anya, én, a lánytesom. Összejön a család szent este. Megajándékozzuk egymást. Így megajándékozzuk egymást. Összejön a család. Szeretetet osztunk egymás között. Tudom, nagyon szép fátok van, ezt például ti szoktátok díszíteni, vagy? Ezt iskolával, igen. Tanárokkal együtt. Tanárokkal együtt. Látom, nagyon sok szép ajándékot kaptatok, úgyhogy remélem, hogy majd egészséggel és örömmel fogjátok használni, úgyhogy köszönöm szépen nektek. El tudnál nekem mondani pár szóban, hogy mit jelent számodra a karácsony? Hát ilyen boldog érzést tölt bennem el, családokkal tudok lenni. Hát, hogy egybe gyűjt a család, meg beszélgessünk, meg ilyesmi. Szoktatok együtt főzni például? Igen. És ha meg szoktad ajándékozni a szeretteidet? Igen. A karácsonyfát azt hogy díszítitek? Előtte, vagy aznap, együtt, vagy pedig a Jézuska szokta feldíszíteni? Együtt szoktunk felállítani a karácsonyfát előtte.